füstjelek. Szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai reggelen egy kérdést szeretnék fölvetni, hogy tulajdonképpen Isten mikor lehet velünk, mikor lehet bennünk, mikor lehet személyes kapcsolatunk a jó Istennel, Jézus Krisztuson és a Szent Lelken keresztül. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egy nagyon eleven kérdés, és nagyon fontos kérdés, hogy feltétele van annak, hogy Isten velünk lakozhat, vagy velünk személyes kapcsolatba kerüljön, vagy mi vagyunk főképpen a feltétel, és a mi életünk határozhatja meg, hogy Jézus velünk van-e, vagy sincs. Ugye az első ige, ami mindenképpen elgondolkodtathat, sőt, elbizonytalaníthat bennünket, hogy Isten velünk van-e, ez így szól Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében a Végidő egyházának szóló levélben, a Laodicei levélben. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, s ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, és ő én velem. Itt ebben az igében, mint azt mondaná Jézus, hogy nincs kapcsolatunk vele, mert ő az ajtón kívül áll, és csak hogyha meghalljuk a hangját, az örgetésre megnyitjuk az ajtót, akkor fog bejönni hozzánk, velünk vacsorálni, és mi akkor kerülhetünk csak kapcsolatba vele. Igen, ez egy elég súlyos és elég áldatlan állapot, hogyha ezt így komolyan vesszük, hogy a végidő hívő egyházán kívül van Jézus. Tehát a végidő hívő egyházán kívül kell, hogy zörgessen Jézus, vagyis kizárta az egyház Jézust az ajtón. Azt mondja a Kolossé levélben viszont, hogy egy hatalmas örömhír, talán a legnagyobb örömhír az evangéliumban, amit így fogalmaznak Pál apostol, tudnilik ama titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, vagyis az ő tanítványainak, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a nemzetek közöttem a titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnilik, hogy Krisztus ti közöttetek van, a dicsőségnek hama reménysége. Itt meg, mintha Pál apostol éppen, hogy az ellentétét mondaná a Laodicei levélnek, hogy egy csodálatos titkot ismertetett meg velünk az Isten, mégpedig ez a titok, ez a nagy, hát hogy mondjam, misztérium, amit alig tudunk fölfogni, megérteni, ezért nevezi titoknak, hogy Krisztus ti közöttetek van. Egy másik fordítás így adja vissza ezt az utolsó mondatot. Milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság, az, hogy Krisztus bennetek lakik. Tehát itt ellentmondásnak tűnik a két ige, ellentmondani látszik egymásnak. Milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság, az, hogy Krisztus bennetek lakik. Előtte meg azt olvastuk Jelenések könyvében, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Mint hogyha kívül lennék, nem bennetek, nem veletek vagyok kapcsolatban. Azonban, hogy ezt a kérdést jól megértsük, és biblikus feloldást találjunk erre a két ellentmondónak látszó igehely között, felidézhetjük azt, amit Jézus mondott a búcsú beszédeiben a szőlővesző és a szőlőtő példázatában. Azt mondta, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, az én atyám a szőlőműves, és azt is mondta, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, és így sok gyümölcsöt teremhettek. Vagyis azt láthatjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy a kapcsolat eleve adott. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző. Valaki elültette ezt a szőlőtőt, és valaki által a szőlővesző is kinőtt rajta. Ezek ti vagytok. A szőlőtőből tőlem, belőlem kinőtt a szőlővesző. Ezek ti vagytok, és már csak az a feladat, hogy maradjatok én bennem, a sok gyümölcsöt teremjetek.
itt már érezzük azt, hogy tulajdonképpen egy feltétele van a Krisztussal való közösségnek, a maradás. Mert valóban nagy eme titok dicsőségének gazdagsága, hogy Krisztus bennetek lakik. És ti is lakhattok Krisztusban a szőlőtőn. De hát akkor mi dönti el, hogy most bennünk van-e Krisztus, vagy nincs bennünk? A harmadik igevers azt hiszem mindannyiunk számára világos választ fog adni erre. Így szól: az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Akkor azt mondhatjuk, hogy ha Isten a szeretet, ő a szőlőtő, és hogyha a szeretetben maradunk, akkor ő benne maradunk. Akkor mi a probléma a laodiceai levéllel, a laodiceai gyülekezettel? Nyilvánvalóan az, hogy a szövegkörnyezetet látva, az egész levél jellemzését elolvasva a laodiceai gyülekezetnek, azt látjuk, hogy sajnos a laodiceai gyülekezet azt mondja, hogy meggazdagodtam, gazdag vagyok, semmire nincs szükségem, nekem úgy tűnik, hogy mindenem megvan, nekem nincs szükségem még rád sem, jó Istenem, mert nagy tudásom van. És ezért mondja Jézus, hogy közben te nem tudod, hogy te vagy a nyavajás, a szegény, vagyis a szánalmas, a nyomorult, a vak és a mezítelen, vagyis azért kell kényszerülök kint állni az ajtón kívül, mert hogy neked nincs szükséged rám. Miközben az ige azt mondja, hogy milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság, az, hogy Krisztus bennetek lakik. Hiszen Jézus azt mondta, hogy én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Jézus azt mondja, hogy bennünk lakozik. Ha nem lakozna bennünk, akkor talán életünk se lenne. A nagy baj az, hogy mi zárjuk ki az Istent. A mi cselekedeteinkkel, a mi lelkületünkkel, a mi szavainkkal, vagy a mi kapkodásainkkal, csüggedéseinkkel, indulatosságainkkal, vibrálásunkkal, emberi okoskodásainkkal. Sajnos mi űzzük ki a szívünkből Krisztust, ha még azt is mondhatjuk, hogy nem is kiűzzük, hanem elhalkítjuk, elcsendesítjük, oly mértékben lefolytjuk az ő hangját, szavát bennünk, hogy Jézusnak szinte így belülről kell zörgetnie állandóan, szelíd hangon szólítgatnia, hogy hát itt vagyok, hív segítségül engem. És utoljára szeretném azt a negyedik igét felolvasni, amivel tulajdonképpen ez a Krisztussal való közösség folyamatosan megvalósulhat, vagyis hogy mindig visszatérhetünk ide a Krisztussal való közösséghez, hogy nem kell Jézusnak az ajtón kívül állnia, lerontván okoskodásukat és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett, fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Vagyis azt szeretné a Jóisten a szívünkben, az értelmünkben elérni, hogy rontsunk le minden okoskodást, hogy minden magaslatot, mely Isten szeretete ellen emeltetett, ejtsük fogjul a gondolatainkat a Krisztusban, a Krisztus szeretetében, hogy engedelmeskedjünk neki, és a szívünkben maradhasson és lakozhasson folyamatosan, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk. Ezt kívánom én erre a mai napra is számotokra.